Man is not an animal. We are not a part of the animal kingdom. We should follow. Hát a Master az nekem az a fajta film, ami közben lelkiismeret furdalásom van, hogy belealszom. Bizony ülepedni kell, hogy ezt újra levegyük a polcról. Érződik, hogy a művész az nagyon erős és fontos gondolatokat akar átadni. Megint eléggé sikerült megosztani az embereket. Valahol a vérzőolaj folytatása is bizonyos értelemben. Már a vérzőolajjal is tett egy olyan lépést, amivel kicsit hátrább lép a közönségtől. Ugye ott is valahol arról volt szó, hogy egy ember hogyan érvényesül, csak ott egy nagyon-nagyon gonosz emberről volt szó, akit ugye Daniel Day-Lewis alakított, és bármennyire furcsa, vele lehetett menni. Olyan karaktereket és figurákat választ, akikkel bizony elég nehézkes azonosulni. Itt van nekünk ez a Joaquin Phoenix, aki 2008-ban azt hiszem már visszavonult a filmezéstől. Nagyjából úgy, mint az LGT, tehát azóta is folyamatosan látjuk. Ugye szinte az egész szereplőgárdát jelölték Oscar-díjra, ami nem csak udvariasságból történt, gondolom, mert hogy tényleg nagyon jók. Philip Seymour Hoffman és Joaquin Phoenix is szerintem a jelenlegi elit képviselői. Viszonylag ritkán van az, hogy Philip Seymour Hoffmannál tök jól alakítson valakit. To living in these bodies that we hold. Good science allows for more than one opinion, otherwise you merely have the will of one man, which is the basis of a cult. Most vélt vagy valós párhuzamok vannak, ugye a Szent Fényesség egyháza, az talán 2013-ban érdekes. Nyilván azokban a körökben, a Paul Thomas Anderson mozog, és minden második szupersztár vagy volt, vagy lesz, vagy még mindig a nevezett egyháznak a tagja, ott ez fölér egy provokációval. Én nem is annyira ezt az ügynevű kis csoportos foglalkozást emelném ki ebből a filmből, hogy most hasonlít-e létező szektákra vagy sem, hanem ami nekem nagyon izgalmas ebbe, maga Feledi. A Phoenix által alakított fickó is egy társadalomban be nem illeszkedő, kicsit idegen, mindennel szemben álló. És valószínűleg elhisz bármit, hogyha kellően jól kommunikálják felé. Ha azt, hogy sok millió éve élünk, akkor az. Egy ilyen kis haragban a világgal arc. Ha azt, hogy rezsicsökkentés lesz, akkor azt. Fontos film mindenképp. Baromi jól néz ki, gyönyörűen le van filmezve, tehát dől a művészet mindenhonnan. Ő nem az a típusú rendező, aki kész megoldásokkal vagy egy megnyugtató lezárással hagy minket magunkra a végén. Annyi mindent nem mond, mint amit a játékidő sejtetne. 10 percben megtörténik benne az, ami utána csak ismétlődik. A tavalyi évből az egyik legizgalmasabb vállalkozás. Esztétikailag igen, csak helyre rakott film. Valahogy mindig tartogat egy saját ízt. Or you can stay. Amikor a színházban dolgoztam, szakszervezeti gyűlés ürügyén mindig bementünk egy terembe, és betették a 8 mm-es filmet. És hát a Mosfilm két alakjával beforgott, és gondoltuk, hogy na most ilyen fejtágítós idő, hát a végén pornófilm lett belőle. Nagyon sajnálom, már nem tesz semmit. Hát mit tudunk beinstenni? Nem tudunk más tenni, meg kell lenni. Nagyon finom. Kóstolj csak meg. Na, nyald már le. Román lekvár, nagyon finom.
Ugye jó? Aztán 8 mm-est felváltott a VHS, amire mindenki azt gondolta, hogy ezzel a mozi halálát írták meg. Adod a dohány. Ach, mit? Micsoda, csak 8. Bocsiba, nincs fogalma, ha az üzletre, akkor tűnj el innen. Egyik volt barátnő, aki nosztalgiából elhívott magához tejázni, gondolta feleleveníti a régi alkalmat, hangulatot, betette egy ilyen VHS kazettát a videóba. Mi volt benne? Pornófilm. Na mit látsz? Engedj el engem is. Mondjad már, mi van. Már dugja. Mi van már? Sie machen Gesicht, als würde sie einer kneifen. Na teljesen, olyan, teljesen meg vannak körülve. Gondolta, hogy ihletet kapok, addig elment fürödni. Megvártam, míg jó beszappanozza magát, hogy sacra. Be se néztem, csak beköszöntem. A videót el ne felejtsd majd lekapcsolni. Benni, bitte, hör mir doch erst mal zu. Benni, hallgass már meg. Mit mondasz? Én szeretlek téged. Hülye vagy, Tonnak a barátnője vagy. De mindig csak téged szerettelek. Tiéd akartam, de nem sikerült. Mindig arra a pillanatra vártam, hogy megmondhassam. Egy csoda volt. Az ember gyűjtötte otthon. Sokáig mérges voltam, egyik kollégámnak kölcsön adtam a Napfivér Holdnövér című VHS kazettámat, és mindent kitalált. Egy éven keresztül fárasztott, de végül is nem kaptam vissza. Láttad a pisztolyt? Igen, van náluk egy. Ez egy fegyveres rabló támadás. Központnak. Mi történt? Van itt egy fegyveres rabló támadás a Caroline utcában. Kérek utasítást. Hallotta ezt maga is? Igen. Avatkozzanak be. És erősítés. Nem kell erősítés neki. Kell magának egy kis hallókészülék. Értettük. Menjünk innen, tűnjünk el. Kedves kötelességemnek teszek eleget, mégpedig abban, hogy az óriás ölő játék két szerencsés nyertesét kihúzom ebből a kis sapkából. Nézzük meg, ki a két szerencsés nyertes. Első nyertesünk Kovács Milán. Gratulálunk. Nézzük meg, ezt félre teszem, nehogy belekerüljön még egyszer. Nézzük meg a következő nyertesünket. Belenyúlok, kihúzom. Németh Erika.